Cikón 2023-ban új csapadékvíz elvezető rendszer épült, továbbá megújult a települést Műcsénnyel összekötő út. Ezzel több évtizedes problémák oldódtak meg. Az utat több, mint 2 km hosszban, teljes szélességében aszfaltozták újra. Ezáltal biztonságosan tudnak közlekedni a lakosok, és könnyen elérik a környező településeket. A vízrendezés során mederkotrásra és mederrendezésre került sor, továbbá iszapfogó gátakat építettek be. Belterületen pedig záportározót alakítottak ki. A vízrendezéssel kapcsolatban pozitív tapasztalataink vannak. Többször hullott le nagy mennyiségű csapadékvíz, és semmi problémát nem okozott a településen. Úgyhogy úgy látjuk, hogy biztonságosan elvezeti a zárok a nagy mennyiségű csapadékvizet, tehát csak pozitív oldaláról tudok beszámolni. Az úttal kapcsolatban is pozitív. Nyilván az iskolabusznak nagy gondot okozott kerülgetni a kátyukat, meg szállítani a gyerekeket, és a lakosok is örülnek, mert sok-sok éves probléma oldódott meg ezzel a felújítással. A polgármester elmondta, Cikón idén is sok tervük van. Szeretnének felújítani több járdát és utat, erre várják a pályázati lehetőségeket. Ezen kívül korszerűsítik a székelytájházat, a sportpályán lévő öltözőt és a régi nagy kocsma épületét. A játszótéren is átalakításra lehet számítani az ott lévő eszközök elavultsága miatt. Továbbá szeretnék folytatni az előző évben elkezdett parkosítást is. Az utak, járdák felújítására mindenképp nagyon fontosnak tartjuk. Erre kevés pályázati lehetőség volt az elmúlt évben, nagyon előregettek az utak is, a járdák is, úgyhogy szükségszerű a felújítások. Ez nagyon fontos, úgy gondolom. A lakosság részéről van igény a játszótereknek a felújításra. Az elmúlt években nagyon sok kisgyermekes család költözött a településre, használják a játszótereket. A központban már sikerült önerőből felújítanunk a játszóteret. A másik két játszótérre is nagyon nagy szükség lenne. A településen a tavalyi évben emelkedett a lakosság szám is. A családtámogatásoknak köszönhetően sok kisgyermekes család vásárolt itt ingatlant. Molnár Józsefné azt mondta, így teljes létszámmal működik az óvoda és az iskola is.